Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírta a soron következő őszi sorkatonai behívás eltörléséről szóló rendeletet. Adta hírül az elnöki hivatal sajtószolgálata. A határozat értelmében az őszi sorozás mellett elhalasztják a háború előtt sorkatonai szolgálatra behívott katonák leszerelését is. Változásokkal egészülnek ki az október-decemberre tervezett leszerelésről szóló passzusok is. Ennek végrehajtásáról külön rendelkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a fegyveres erőknél és más fegyveres testületeknél 2022-ben nem lesz őszi behívás sorkatonai szolgálatra, azonban az általános mozgós továbbra is érvényben marad.